Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. Eszlüsszé Stúdió Kft. Szexárd. www.eszlüsszéstudio.hu. Gyerekgyilkosság, a kislány rokonai biztosak a nemi erőszakban. Vádemelés, fegyházbüntetést kér az ügyész a barátjára rálövő férfi ellen. Polgári védelem, nagy szükség van az önkéntesekre Tolna megyében is. Felújítás, hamarosan megkezdik a paksi református templom rekonstrukcióját. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Tudnia kellett a szexádi gyerekgyilkos anyjának arról, hogy a 19 éves férfi megölte a saját unokahúgát, mert csuromvéres ruhában ment haza és azonnal lezuhanyozott. Ezt mondta az áldozat nagyanyja stábunknak. A meggyötört nő biztos abban, hogy a támadó megerőszakolta a kislányt, mielőtt végzett vele. Mécsesek az asztalon, székek a tűznyomai körül és gyerekjátékok. Egész éjjel virrasztottak a szexárdon meggyilkolt 6 éves kislány rokonai. Nem tudják feldolgozni, hogy az áldozatot brutális kegyetlenséggel gyilkolta meg a saját 19 éves unokatestvére. A kislány nagyanyja azt mondja, a gyilkos anyjának és a testvérének is tudnia kellett arról, hogy mi történt. Most a maga nem vesz észre, hogyha úgy megy be, most a fia mondjuk, hogy a hátba oda megy, hogy néz ki, és ő mindjárt meghűldik. És utána még átment a lányomhoz, mintha semmi sem történt volna. A kislány rokonainak egyelőre nem árulták el a rendőrök, hogy a támadó szexuálisan bántalmazta az áldozatot, ám ők biztosak abban, hogy arra is sor került a gyilkosság előtt. Hát állítólag 100%. A 19 éves gyilkost úgy tudjuk, azóta már átszállították Budapestre az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézetbe. A meggyilkolt kislánytól szerdán vesznek végső búcsút a hozzátartozói, ezt követően el akarnak költözni az utcából, ahol a gyilkosság történt. Baleset történt Szexárdon hétfőn délelőtt, a Hunyadi utca és a Mészáros Lázár utca kereszteződésében két személyautó ütközött össze. Úgy tudjuk, személyi sérülés nem történt, a katasztrófa védők áramtalanították a járműveket, a helyszínt pedig a rendőrség biztosította a helyszínelés befejezéséig. A forgalom ezért délig csak félpályán haladt. A legszigorúbb letöltendő fegyházbüntetést kér az ügyészség az ellen a férfi ellen, aki tavaly június végén ittasan a fegyverével rálőtt a szomszédos házon dolgozó ismerősére. A vádlottnak sem a lőfegyverhez, sem a lőszerhez nem volt engedélye, emellett a rendőrök a házkutatás során egy ugyancsak illegálisan tartott második világháborús páncéltörő löveget is lefoglaltak tőle. A férfinak ezért most az emberölés kísérlete mellett robbanószerrel visszaélés és más büntettek miatt is felelnie kell. Bilincsben kísérték ki a bíróságról a rendőrök tavaly nyáron azt a férfit, aki a gyanú szerint rálőtt régi barátjára Dunakömlődön. Tetteiért most ismét felelnie kell, miután ellene a Tolna megyei főgyészség a napokban emelt vádat. Takaros kis ház, itt dördült el a lövés. A sértett és egy ismerős a tetőn dolgoztak épp, amikor ezt meghallotta a szomszédban lakó, velük jó kapcsolatban lévő elkövető, aki már ekkor ittas volt. A vádlott többször is átment hozzájuk a délelőtt folyamán, hogy beszélgessen velük. Ezek miatt is a két férfi minden alkalommal őt hazaküldte, ne zavarja őket a munkában, amin a sértett egyre inkább megsértődött, és egyik alkalommal, amikor visszatért, akkor meg is ütötte a sértettet. Később addig hergelte magát, míg magához nem vette a távcsővel és házilag barkácsolt hangtompítóval ellátott kis puskáját, és a saját udvaráról rálőtt az áldozatra, aki ennek következtében életveszélyes sérüléseket szenvedett. De nem csak emiatt kell felelnie, ugyanis a fegyvert, amivel leadta a lövést, és a lőszereket is engedély nélkül tartotta otthon. Sőt, ugyancsak engedély nélkül beszerzett egy második világháborús robbanóanyaggal felszerelt löveget is. Így most már emberölés kísérlete, valamint lőfegyverrel és lőszerrel való visszaélés büntette mellett a robbanóanyaggal visszaélés is szerepel a vádiratban. Az ügyészség fegyházfokozatú szabadságvesztés büntetés kiszabását, illetve a közügyek gyakorlásától eltiltását szorgalmazza halmazati büntetésül. A meglőtt férfi azóta már jobban van, de a májátért lövés miatt maradandó károsodást szenvedett.
Bozott tüzet okozott egy kigyulladt melléképület Bölcskén vasárnap délelőtt. A nagyjából 10 négyzetméteres ingatlanban felcsapó lángokat a paksi hivatásos és a bölcskei önkéntes tűzoltók hamar megfékezték, ám az épület melletti bozótos teljesen leégett, személyi sérülés nem történt. 22 ezer önkéntes dolgozik a katasztrófavédelem irányítása alatt ma Magyarországon. A Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője szerint nagy szükség van a munkájukra, mivel például természeti katasztrófák idején a hivatásos, civil és önkéntes erők együttműködésével lehet biztosítani a lakosság védelmét. A jó együttműködést példázza az a polgári védelmi műhely munka is, amit a katasztrófavédelmi igazgatóság második alkalommal szervezett meg Szekszárdon. Éppen tanulják a paksi önkéntesek katasztrófavédelmi szakemberektől, hogyan kell homokzsákokból védművet építeni ezen az évekkel ezelőtti felvételen. Erre a tudásra nagy szükségük van, ha árad a Duna. A 2013-as árvízi védekezésnél be is bizonyították a civilek, milyen sokat tudnak tenni, ha összefognak a hivatásos szervekkel. 22 ezer önkéntes dolgozik a katasztrófavédelem irányítása alatt Magyarországon. A lakossághoz viszonyított arányuk európai viszonylatban is magas, ráadásul a Tolna megyei szervezetek különösen aktívak, évi 200 bevetésben vesznek részt, mondta Jackovics Péter, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság veszélyhelyzetkezelési főosztály vezetője a polgári védelmi munkaműhelyen. Bármikor bekövetkezik egy váratlan katasztrófa, egy enyhe földmozgás, vagy egy villámárvíz, vagy egy vihar, ahol mondjuk egy tetőfóliázásra van szükség, vagy a átereszeknek a vízé kiszivattyúzásába szükség van olyan önkéntesekre, akik ezt a tevékenységet szakképzettség, felszereltség útján képesek ellátni. A hivatásos, a civil és az önkéntes erők együttműködése fontos, hiszen azzal lehet biztosítani a lakosság védelmét, mondta Balázs Gábor, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság főigazgatója, aki éppen ezért tartja fontosnak a polgári védelmi munkaműhelyet, amit másodszor rendeztek meg Szekszárdon. A szakmai napon olyan témákat vettek sorra a szakemberek segítségével, mint a klímaváltozás és az ENSZ klímakonferenciáján kitűzött célok. Célul kell kitűzni azt, hogy másfél fok alá szorítani a globális felmelegedést, vissza kell szorítani a széndioxid kibocsátást, és ez a világon mindenkinek a feladata, nem csak Magyarországnak. Megnézzük azt, hogy Tolna megyében itt mit tehetünk, vagy országosan mit tehetünk. Ez a katasztrófák elleni védekezésben, főleg ugye itt a természeti erők hatására kialakuló veszélyekre gondolok, mit tehetünk, milyen válaszokat adhatunk. Felmérések szerint a szabadtéri tüzet általában emberi mulasztás okozza, sok esetben a növényi hulladék elégetésével kezdődik, vagyis ha az ember odafigyel erre, megelőzhető a tűz, és még a környezetet sem szennyezzük. Leállt hétfőn délelőtt az ügyfélkapu, ez az a kormányzati oldal, amin keresztül meg lehet nézni a NAV által elkészített adóbevallás tervezeteket. Ha valaki ennek a dokumentumnak a postázását kéri elektronikus küldés helyett, akkor azt is itt lehet jelezni hétfő éjfélig. Csak hogy a rendszer napközben a legtöbb felhasználó számára elérhetetlen volt, a NAV-nak egyébként már múlt héten is volt jelentős informatikai hibája, az SZIA bevallás tervezeteket ugyanis péntekig minden érintettnek meg kellett volna kapnia, ám sokakhoz ezek még hétfőn sem jutottak el. Még mindig csak 4,1 millió modern elektronikus személyigazolvány van forgalomban, 5,4 millióan a régebbi személyazonosítót használják, a kártya lehetőségeivel kevesen élnek. A vészhelyzet esetén értesítendők telefonszámának tárolása a legnépszerűbb, derül ki a belügyminisztérium adataiból. Az e-aláírás funkcióra eddig csak alig több mint 230 ezeren regisztráltak, pedig hamarosan elérhető lesz az e-személyi mobil alkalmazás, amely az e-személyi elektronikus azonosítási funkcióját erősíti. A későbbiekben a tulajdonos a lakcímét és személyi azonosítóját is rögzítheti az igazolványon. A megszerzett bizalmi tőke jelentőségéről beszélt Kerekasztal című műsorunkban Gáspár Csaba, a Hungária Takarék igazgatója. A szakember kiemelte, hogy az elmúlt két év fejlesztései és a kisbankok összevonása olyan erős pénzintézetet hozott létre, amiben nem csak a vidék lakossága, hanem közel 80 önkormányzat is biztosítva látja pénzügyeinek kezelését. A működés stabilitását 8,4 milliárd forint saját tőke szavatolja, ami a legmagasabb biztonságos
újdonságot jelenti a takarékszövetkezeti integrációban. Gáspár Csaba arról is beszélt, hogy a Hungária Takarék már a paksi atomerőmű bővítés előkészítő munkálataival kapcsolatban is jelentős pozícióra tett szert. Sikerült partnerségre lépnünk a kettesbe, a Paks 2 beruházást megvalósító gazdasági formációkkal is, és én bízom benne, hogy a takarékszövetkezet itt már olyan szintre tud lépni üzletileg, és reputációját, üzleti hírnevét illetően, ami egy méltó jövőképet tud megalapozni számunkra. Fontos határidőre figyelmezteti tagjait a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A szervezet közleménye szerint március 31-én jár le az 5000 forintos kamarai hozzájárulások befizetésének határideje. A tagdíj kiegyenlítésére személyesen Szekszárdon és Dombóváron a kamara kirendeltségein van lehetőség, de átutalással is lehet fizetni. Utoljára hajtották imára a fejüket a templomukban a paksi református gyülekezet tagjai, hamarosan ugyanis elkezdődik az épület belső felújítása, az istentiszteleteket a munkálatok ideje alatt a polgármesteri hivatal nagyházasság kötőtermében tartják meg. Istentisztelet a paksi református gyülekezet templomában. Különleges volt a március 17-i alkalom a közösség számára, hiszen ebben a környezetben ilyen formában többé nem találkoznak a hívek. Hamarosan elkezdődik a templom belső teljes felújítása. Korszerűbbé, tisztábbá, éppebbé, szebbé szeretnénk tenni. A ajzattól elkezdve gyakorlatilag a plafonig nagyon sok mindenen végzünk javításokat. A járófelületeket kő fogja borítani, a padozat alá pedig parketta kerül. A felújítás során kicserélik a régi padokat, amelyek korszerűek és kényelmesebbek lesznek az előzőeknél. Mivel az elektromos padfűtés jól működik, az csupán egy szabályozóval látják el. Az alkalmakat a felújítás idején is megtartják. Város vezetőségének és polgármester úrnak köszönhető, olyan lesz kulturált helyünk, ahol tudjuk tartani istentiszteleteket. A paksi polgármesteri hivatal nagy termében lesznek ebbe az időszakban az istentiszteletek. Jövő vasárnaptól már oda vágyjuk a igét hallgatni vágyókat. A beruházásra egyrészt az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt EFO pályázat biztosította az összeget, másrészt pedig a gyülekezeti adományok is nagy segítséget jelentenek, hogy egyre szebb és komfortosabb legyen a templom. A rekonstrukciót várhatóan augusztusban fejezik be. Többet vesztett, mint csak egy rangadót. Az atomerőmű KSC Szekszárd csapata az alapszakasz utolsó nagy mérkőzésén kikapott a Diósgyőrtől. A vendégek ezzel megerősítették második helyüket a tabellán. A külföldiek és a magyar játékosok kvalitásai alapján is nagyon hasonlóak az erőviszonyok. Mindkét oldalon, a kispadon is a játékhoz sokat hozzátenni képes játékosok. Kemény, zárt védekezés mindkét csapat sajátja. Nem véletlen, hogy egyszer tudott ellépni az egyik csapat a másiktól 8-9 pontra a mérkőzés során. Mivel a harmadik negyedben a DVTK hibázott mind támadásban, védekezésben kevesebbet, a Szekszárd több ki nem kényszerített hibát, labdaeladásokat, pontatlan bejátszásokat követett el, ez döntőnek bizonyult. És az is, hogy Meggyesi Dóra, a miskolciak válogatott irányítója extrát produkált az addigi halványabb teljesítménye után. Ugyanezt tette a mérkőzés legeredményesebb játékosa, a 23 pontig jutó szekszárdi Evi Bishop, ám neki nem akadt a kritikus pillanatokban annyi segítője, mint az ellenfélnél a Walker-Meggyesi párosnak. Ezzel a győzelemmel nagy lépést tett a Diósgyőr az alapszakasz második hely megtartásához és a vele járó pályaelőny megszerzésére a rájátszásra. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Elfogadták az idei költségvetést, ülésezett a pécsi közgyűlés. 2030-ra energiafüggetlenné válna Kaposvár, átadták az első 4000 cellás napelemparkot. Újraélesztik a Balatonfenyvesi vasútvonalat Csisztafürdőig, a háttértelepüléseket is segíti a 650 milliós fejlesztés.
Elfogadta a pécsi közgyűlés az idei költségvetést, a tavalyihoz hasonló összeggel 55 milliárd forinttal gazdálkodhat a város. Páva Zsolt elmondta, ez egy takarékos költségvetés, de biztosítja a normál működést. A polgármester hozzátette, növekedtek az állami normatívák, melyből valamennyi plusz bevétel származik, és idén sem lesz adóemelés. Takarékos, szűk, de a normál működés feltételeit megteremti. Így írta le Páva Zsolt Pécs idei költségvetését. Március 14-én mintegy egy órás vita után fogadta el a közgyűlés az 55,3 milliárdos büdzsét. A polgármester kiemelte, alapos előkészítő munka után alakult ki ez a tavalyihoz hasonló költségvetés. A város nem tervez ingatlan értékesítést, így nem ezzel hozták egyensúlyba az összeget, tette hozzá Páva Zsolt. Azt láthatjuk, hogy ennyi emelkedtek az állami normatívák. Tehát kicsit több a bevételünk ilyen szempontból. Jók voltak a tavalyi adóbevételi számok, ezt szeretnénk idén újra megismételni. Gyorsan itt mondom, ha már adókról van szó, hogy idén sem lesz adóemelés, tehát az adószintek és értékek változatlanok. Bár a költségvetés váltotta ki a legnagyobb vitát a közgyűlésben, egy másik fontos döntésről is beszámolt a polgármester. Ez az úgynevezett LIFE projekt. Ennek célja a levegő minőség javítása. Ennek érdekében azt szeretnék elérni, hogy minél több pécsi átálljon a napenergia használatára. Ugye most már egy elterjedt, a világon elterjedt forma ez. Lesz egy olyan hozzáférés mindenki számára, egy térkép segítse, hogy rá tud nézni a saját területére, a saját lakóházának a tetejére, vagy a közösségi ház tetejére, hogy hol vannak felületek, hova lehet építeni, és ennek lesz egy ilyen térinformatikai, tehát térképes hozzáférési lehetősége. Miután megtörténtek ezek a felmérések, pályázat útján lehet kialakítani a napenergia rendszert. A projekt megvalósítására 8 év áll rendelkezésre 60%-os uniós támogatással. A pécsi partnerek összköltségvetése erre a programra több mint 1,5 millió euró. Átadták Kaposvár első 4000 cellás napelemparkját az újonnan épülő busztelephely mögött. A 340 millió forintos beruházás része annak a koncepciónak, hogy a Somogyi megyeszékhely 2030-ra teljesen energiafüggetlen legyen. Mint az átadón elhangzott, Kaposvár az ország azon részén helyezkedik el, ahol kiemelkedően magas a napsütéses órák száma, így a napelempark telepítése kedvező lépés volt a város energiatakarékos törekvései szempontjából. Kovács Béla képmását készítette el egy pécsi művész, Fábos György alkotását a Kovács Béla emlékházban leplezték le. Az eseményen a politikusról elnevezett iskola tanulói is részt vettek. A diákok és az 1956-os forradalom és szabadságharc érintettjei együtt emlékeztek meg a kommunizmus áldozatairól. A rendezvényen elhangzott, az emléktábla elkészültét az önkormányzat is támogatta. Kerenem mást, mint egy nagyon nemes vendéget, 1956-os forradalmi szabadságharc későbbi évtizedeken át börtönben volt halálra ítélt hősét, Wittner Máriát, korábbi frakciótársamat, országos képviselőtársamat invitáltuk meg, hogy ővele közösen avassuk föl ezt az emléktáblát, úgyhogy örülök, hogy ezt a fiataloknak tudjuk ma elmondani, hogy milyen örökség birtokosai ők, az immár Kovács Béla általános iskola diákjaiként. Újraélesztik a Balatonfenyves Csisztafürdő vasútvonalat, így a jelenlegi 400 millió forintos rekonstrukció után egy 650 millió forintos beruházás kezdődik. A Balatonparttól így ismét el lehet majd jutni vasúton az 5-6 kilométerre fekvő Csisztapuszta gyógyfürdőjébe, amely közutakon csak nagy kerülővel érhető el. Egy kilométeres szakaszon folynak a munkálatok a Balatonfenyvesi kis vasútvonalán. A felújítás során új betonaljakat fektetnek a földbe, emellett a simpárokat is kicserélik. A modernizálás nagyon fontos Balatonfenyves számára, hiszen az egykor gazdasági vasútként üzemelő pályaszakasz ma az egyik legnagyobb turisztikai attrakció a településen. Nagyon sokan csak ezért jönnek el, hogy itt megsimogathassák, megfényképezhessék, kipróbálhassák már, mint olyan módon, hogy felmászhassák a különféle fajta járművekre, de összesen egész esztendőben így, hogy nem is közlekedik még a csisztai termálfürdő felé, tízezres nagyságrend, akik utazzák a kisvasutat, és azt gondolom, hogy ezt hagyni semmi esetre sem szabad.
A mostani felújítást a MÁV finanszírozza, s mintegy 400 millió forintból fejlesztik a Balaton-Fenyves-Imre-Major közötti szakaszt. A turisztikai vonzerő nem az egyetlen előny, mondja Lombár Gábor. A polgármester szerint a rekonstrukciót követően a közeli Nagyberek élővilágát sem fogja zavarni a sok autós. Másrészt további munkahelyeket is teremt a beruházás. El lehet vinni akár 100 embert is egyszerre, és ez mindenféleképpen jó, de hát ennek a hozadéka még az is, hogy akár munkatársakat is kell toborozzon a MÁV ide, ugye a működtetéshez, mert több járat lesz, tehát több járatpár fog indulni, és ezáltal nyilván ugye a személyzetben is kell bővíteni. A Balaton-Fenyves-Imre-Major szakasz felújítása várhatóan idén nyárra készül el. Ezt követően egy még nagyobb volumenű beruházás kezdődik majd, hiszen topos forrásból, mintegy 650 millió forintból modernizálják a rég elfeledett Csisztapusztai szakaszt is. Ez pedig a háttértelepülések számára is meghatározó lehet. Kisvasút újraindítása, nagyon örülök is fogadni a településnek, nagyon örülök is a termálfürdőnek, és én úgy gondolom, hogy nagyon magasan csattakozik a kormánynak a céljaihoz, az éves Balatonhoz, az éves turizmushoz, és ahhoz is, hogy rossz időben vendég tudnak hova jönni. A beruházásnak köszönhetően újra fellendülhet Csisztapuszta turizmusa, hiszen a kisvasúttal akár negyed óra alatt elérhető lesz a fürdő a Balatonról. Végül mutatjuk újra, miről szólt a híradó. Gyerekgyilkosság, a kislány rokonai biztosak a nemi erőszakban. Vádemelés, fegyházbüntetést kér az ügyész a barátjára rálövő férfi ellen. Polgári védelem, nagy szükség van az önkéntesekre Tolna megyében is. Felújítás, hamarosan megkezdik a paksi református templom rekonstrukcióját. Kedden erősen felhős, borongós, hűvös és szeles idő várható, napsütésre nincs sok esély, elvétve jelentéktelen eső is előfordulhat, és éjszaka itt-ott talajmenti fagy sem kizárt. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!